Ebben a mai Warzone videóban megpróbálkozok triók ellen nyerni teljesen egyedül szólóba. Többen ajánlottatok már ezt korábban nekem, hogy nem próbálkozok meg szólóba menni triók ellen Warzone-ba, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. Arra gondoltam, hogy landoljunk ide, srácok. És hát, ha itt nem lesz enemy. Azért nem lesz egyszerű dolgunk amúgy triók ellen szólóba, és most teljesen ugye szólóba jövök be. De már valaki van itt. Vagy itt nincs második esély, dánolnak, és hogyha szerencséd van, ami ritkán van, ilyen szituációkban teljesen egyedül vagy, finishelnek is már halsz, és jöhet a következő kör. De még csak egyedül van amúgy. Oké. Okay. Szerintem ezzel a helikopterrel srácok. Beszállunk ide. És a loadoutot megpróbáljuk kivenni. Nem fogom tudni kivenni. Ghost, és akkor hát neki van valami fegyvere. Valami SMG félre, mert fully loaded Psycho-val jöttem. Satchel az van. Semtex Kilo. Ezt most nem kell. Megten, ez az. 32 táras. Senki nem használ 32 táras Megten, gyerekek. Ki is fogy, látod? Azt a kurva bazd meg, mindenhol vannak. Na ez a probléma tényleg triókban, srácok, hogy hiába ölöd le az ellenfelet, és iktat neki mondjuk egy tímet, vagy valami, ott van még egy, és már jön, és meghalsz. Ez kegyetlen amúgy. Rengetegen vannak. Nem bántam őket. Ketten vannak, hirtelen észrevesznek, meg is hallhatok. Ne. És nem lett meg a gése. Hát nem egyszerű. Hát srácok, nem egyszerű, az biztos, ez volt az első kör, szerintem nem is volt rossz. Meg lehet volna a hatodik killünk is, ugye sikerült a gyereket dánolni, de hát azért pont az a csapat kapott szét, akit mondtam, hogy nem lövök, mert ami szerint, hogyha dánolom is az egyiket lehet, a másik már addigra szétlézerezik engem, vagy elbújt volna, messze volt nagyon. Mindegy. Nézzük a következő kört. Van valaki, az biztos. De hol? Még jól jelezte, hogy többen vannak fönt. Hol? Kiégek. Most kevesebbet fogok beszélni, az biztos. Vagyis, hogyha jó vágom össze a dolgokat, akkor úgyis csak folyamatosságot fogjátok látni a videóban. Meg van a loadout. És kacok. Kar 98. Most miért? És a jelenlegi kedvenc SMG-m, ami nem más, mint az MP40. És downloadtam. Oké. Okay. Itt van valaki. Oké. Okay. Mintha a társát hallottam volna. Aha, 27. Ez jó messze van.
Társa nincs itt. Mi ez? Hogyhogy nem Dan? Úgyhogy nézem ablakból, hogy amúgy nem néz ki a társa, hogy egyedül van ez a gyerek. Fogalmam nincs. De hol a... Itt... Jó. Az meg... szívás. Ne! Nem akarok meghalni! Top 10, vagy mi az? Top 5, azt sem tudom hányadik, hogy hoppá! Egy nem kívánatos személy. Ugye 5-en rámugranak. Egy van itt, egy itt. Nullás ő is, nullás. Erre lelő a társa. Hát nehéz, nehéz, nagyon-nagyon nehéz, de megpróbálkozunk vele, srácok, még megyünk egy párkat, ezt meglátjuk, mi lesz amúgy. Eddig élvezem, remélem ti is, ha így van, akkor dobj egy lájkot a videóra és ne felejtse feliratkozni. Akkor a OP pozíció ez, gyerekek, itt most új taktikát találtam ki, kivárok itt egy jó darabig, míg hullanak az emberek, és az a harci helyzet, hogy nagyon jó, itt mindent látsz, bármire tudsz rotálni, ott kivesznek egy loadoutot. Jó ez a hely, nagyon-nagyon. Harmadik el tudott futni. A harmadik el tudott futni? Nem hiszem el. Meg lett volna egy trió! Kettő. Hol a harmadik? Már gyerek egyből spektétel. Láss, hogy hol a pozim. Így nem megyünk is. És rámugrik a gyerek. Na gyere. Hol vagy? Le akarsz szerintem ütni. Okos, okos, okos. Ez kevés ide. És snipe-olk onnan. Istenem. Megnézzük, milyen lootot vette ki. Semmit. Eltűnt. Mi? Hogy? Hogy? Hát... Oké, Swiss. És egy AR. Jó, ide szűkült igazából. De itt ketten vannak, meg ott egy. Ez három. Jönnek. Kettő, meg itt hallom a harmadikat. Ez mi? Hárman, egy ellen. Figyeld, hogy kell az egy kill, geci. Jó. Kiégek. Köszi. Tökéletesen kivettük a Kar 98-at ismételten, és az MP40-et. Méghozzá ez a pozíció nekünk nagyon jó, mert itt vagyunk fönn, srácok, és hát aztán lehet pattintani emberkéket. Van töltény bőven, úgyhogy jók vagyunk. Másik leugrott. Szerintem nem lesz meg az, aki resüli a társát. LOL! Nem bírta resen, vagy mi van? Egy étterve elé dobom. De várj, a másik csak dánnos. Ugye? Eltűnt volna? Nem. Oké, okay. Oda kell mennünk. 10 player. Nem
Nem hiszem el, és most vagyok ki. Jó, a gyerek szerintem azt akart, hogy kússzon át, hogy resselje. Mert akkor itt van egy, az biztos, és most persze, hogy ott szép ület is. Vagyok, kaptad, Pali! Fogjanak le! 3 team, 7 player. Az azt jelenti, hogy minden van 2 trió meg én. Kösz! Nem ilyen forgatókönyvre számítottam, hogy akartam volna endgame-re. Oda megy visszafele a kör. Van maszk. Kell a maszk. Ott a maszk. Kell a maszk, gyerekek, kell a maszk, mert a vihar miatt kell. Ho! Hova tűnt? Ho! Ez hogy le... Hogy lehet, hogy eltűnik a maszk? Minden cuccot marad és a maszk eltűnik, ez mi? És nem ez volt az utolsó player, hanem a másik. És megnyertem volna. A maszk... Ha nem bugzódik ki a játék, megnyerem. Ez mi? Ez mi az, hogy eltűnik a maszk? Ezt nem fogom föl. Oké. Okay. Hogy lehetett, srácok, hogy az előző körben eltűnt a maszk? Ha nem tűnt volna el a maszk, akkor fölveszem. És ugye mivel ez a, aki nyert, az oldal lelövi ezt, akit én lelőttem, akkor nem bántam nyilván, mert rajtam maszk, még bírja a viharba, és simán le tudom lőni az oldalt. A gyereket, aki ott van, aki megnyerte. Ezt nem értem. Mert ha azt mondanám, hogy ugye nem marad meg a gázba a maszk, mondjuk mint egy kocsi, akkor nem maradt volna meg az összes cucca. De megmaradt. Minden egyes cucc ott volt. Kivéve a maszk. Ez a pozíció tökéletes. Jó. Ez egy magyar volt. Kaptam. Hol a gyerek amúgy? Felkelt? Hát ez már nem. Helikopter ez visszugrott egy, lehet, hogy ez a magyar srác volt. Meg kéne látogatni. ez mi volt? Lehet a tárcsa. Majd meghaltam. Iszonyat nehéz triók, gyerekek. Vagyis, hogy triók ellen szólva. Ne! De mennyi team? Ándan itt van 50 team. Na jó, srácok, még megyek egy-két kört. Nagyon kapták. Egy megvan.
Szegény gyerek. Szóval... Még egy-két kör próbálkozás. Ja. Valakivel harcol. Na nincs történjem, lol. SMG-vel elmegy addig. Hiába van ott, mert nem kemeljön a gáz, úgyhogy... Most hagyjuk azt a gyereket, de most rajtam van, eh? Az szép. Nulla történt, kb. 4. Most haltam meg. Shotgun, de utálom a shotgunt, inkább, inkább meghalok, bassz meg. Ebben meg nulla. Ne jöjjön ki senki amúgy. Megint 5 millióan vannak a rajtam. Tárcsa fönn. Meghalt. Lol, bazd meg. Ne! Jó, srácok, én már teljesen kiégtettel a játéktól ma, úgyhogy ez lesz az utolsó kör, legyen bármi, jó? Skacok. Egyiket downloadtam? Kettővé egy, gyerekek, kettővé egy. Ez még hozható. Arra megy lefele. Jönniük kell. De mit köhög, bazd meg, mazg? De most mi a fasz? De így... Hát... Ennyi. Nem sikerült, de... Kétszer meg lehetett volna. Én ezt nem értem, ezt. Rajtam a maszk, és köhögött. És ment a HP-m. Egyből tudta a pozícióm, hogy hol vagyok, és nem bírtam átváltani faláról se, még a PPS Age-re, mert ugye még SMG-vet talán leszettem, de annyira sokkot kaptam kávéval ezek, hogy meglepődt, úgyhogy esélyem se volt. Srácok, nem sikerült. De nagyon jól szórakoztam, és kétszer is meg lehetett volna győzni, és mind a kétszer a játék. Bugja miatt nem lett meg szerintem, mert az első esetben nem tudom, hova lett a maszk, így hirtelen eltűnt, és most rajtam a maszk, és hát sebződök, és aztán kezdte el később felvenni, úgymond. Nem volt kedve, nem tudom. Ez meg lehetett volna, mert direkt úgy akartam, hogy ugye ment lefele a kör, és direkt azért volt ott a ház alatt, mert ugye, hogyha leesett az valaki, az volt a szerencsém, ugye, és 1v1 volt, megöltem, ugye befejeztem, és úgy akarta, hogy a gyerek már elinduljon, hogy előttem legyen, én meg mögötte legyek, mert rajtam a maszk, ugye még egy pár másodpercig ugye kibírod, mit tudom én, 10-15-ig nem tudom, meddig jó a maszk. És mondom, akkor letúrom hátból. Na mindegy, srácok, illetve lányok, ha tetszett a videó, és akartok legközelebb is valami challenge-et, hogy nyugodtan írjátok be egy komment szekcióba, erről szóval voltam, legközelebb találkozunk, szevasztok!